ingyenes szünidei étkeztetést az a 18 éveit még be nem töltött gyermek, amely általános iskolában vagy középiskolai oktatásban vesz részt, de azok is, akik intézményi ellátásban nem részesülnek. Nagyon fontos kitétel az, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kaphatják, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről van szó. Ezt a jegyző állapítja meg egy határozatban, általában egy évre előre, tehát ezek a gyerekek rendelkeznek ezzel a igazolással, és ők igényelhetik. Jelen állásunk szerint 471 főt fogunk étkeztetni, április 1-én, illetve 6-án, ez a két munkanap, amely beleesik a tavaszi szünetbe. Akinek van rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, de nem igényelte még, őt arra biztatom, hogy mindenképpen igényeljék, hiszen ez egy kedvező lehetőség ahhoz, hogy hétköznap 10 és 14 óra között az étkeztetést fogadják házhoz szállítással. Tehát nem kiosztópontokon történik az étkeztetés, hanem házhoz szállítatjuk az ételeket, pont amiatt, hogy az igénybevétel nagyobb legyen, és ne kelljen ebben a veszélyezett időben kiosztópontokon csoportosulni, vagy ott éppen azzal időt eltölteni és utazgatni az étkezésért. Jászai Mennyhért hangsúlyozta, nem kiosztó pontokon történik az étkezés, ami azért fontos, mert így nem kell sem utazni, sem pedig a kiosztó pontokon csoportosulni az ellátottaknak.